Csupka Attila úgy érkezett ide, hogy ez egy ilyen nap volt. Még a 86. percben is volt egy nagy helyzet Viánánál, de az sem ment be. Ma ez egy valóban ilyen nap volt? Hát én úgy gondolom, hogy igen, mert egy rossz szó nem lett a szóval nem lehet illetni a játékosokat, megtettek mindent azért, hogy hazai környezetben nyerjünk ma. Én úgy gondolom, hogy megpróbáltuk az első perctől kezdve támadólag fellépni, de találkoztunk egy olyan ellenféllel, aki nagyon jól megszervezte a védekezését, függetlenül ettől úgy gondolom, hogy nekünk azért megvoltak azok a lehetőségeink, amivel a magunk javára döntettük volna ezt a meccset. Ugye az időjárás is azért nem volt kegyes most sem, egyik csapathoz sem, de nagyot küzdött mindkét együttes. Nyilván valahol igazságos ez a döntetlen, és valahol megerősíti a Kisvárda egész szezonbeli jó játékát, hogy látja ilyen szemszögből. Mondhatjuk, hogy igazságos, de nyerni szerettünk volna. Én azt gondolom, hogy a játékunkkal nem volt a mai napon sem gond. Igazán a utolsó momentumok azok, amik nem sikerültek, nagyon sokszor mentünk le az alapon, alig nagyon sokszor kerültünk olyan szituációba, amikor egy pontosabb passzal gólszerzési lehetőséget lehetett volna kialakítani. Sajnos ezek nem jöttek össze, mint hogy a Viánának a lövése nem úgy sikerült a végén. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő mérkőzéseken már megint 3 pontot tudunk szerezni. Bodnár Tibor sajtófőnök megsúgta nekünk, hogy ez a 77. élvonalbeli kisvárdai bajnoki mérkőzés volt, és mindössze a második 0-0, tehát nem jellemző ez a csapatra, de ez most összességében egy értékes 0-0? Hát én így a mérkőzés összképét nézvén azt gondolom, hogy igen, mert azért a Budafok is egy jó csapat, jól össze vannak rakva, de függetlenül még egyszer azt mondom, nekünk ezt a meccset le kellett volna hozni, meg kellett volna nyerni, egy kicsit jobban kell koncentrálnunk az elkövetkezendő időszakban. Mi pedig megnézzük most az összefoglalót, köszönjük szépen Csupka Attilának. Gratulálunk a pontszerzéshez, sokkal jobb arcát láttuk most a csapatnak, mint egy héttel ezelőtt, ez nyilván érthető. Mit jelent ez az egy pont? Hát minden egyes pont nekünk nagyon fontos, tehát ennek is örülünk. Tény és való, hogy vannak olyan pillanatok az előző mérkőzésen, amit mondtam, hogy sajnos kicsit elszúrtuk. Vannak pillanatok, amikor egyet vissza kell lépnünk, most inkább arra mentünk, hogy szervezettek legyünk, fegyelmezettek legyünk, és azt gondolom, hogy a fegyelemnek az volt az ára, hogy egy pontot szereztünk, és hogyha úgy összességében nézem, a legnagyobb helyzet mégis nekünk volt. Ezt sajnálom, mert ugye a Zsóri Dalinak a helyzetét örültem volna, berúgta volna, de mondom, nem vagyok szomorú, és örülök az egy pontnak. És egy részsiker, nem kapott gólt először a bajnokságban a csapat? Igen, ezt a kérdést vártam már, és nagyon örülök neki. Ennyit számít tényleg fegyelem. Azt mondtam a srácoknak, ugye én szoktam a védőket melegíteni a mérkőzés előtt, és azt mondtam nekik, hogy nagyon-nagyon fontos az ő feladatuk. Mindenkinek nagyon fontos, de az ő feladatuk, hogyha le tudjuk hozni nullára a meccset, és fegyelmezettek vagyunk, akkor az egy pont, és a mai meccsen ez bejött. Köszönjük.